A műsor vendége Pásándor Attila költő, aki 2023-ban elnyerte a Horváth Péterről elnevezett irodalmi ösztöndíjat. Czerusz, köszöntelek. És Nagy dolog, hogy egy ilyen rangos, azt hiszem, hogy a generációtokat érintően a legrangosabb irodalmi ösztöndíj tulajdonosa lehetsz. Kicsoda Horváth Péter, akiről a díjat elnevezték. Horváth Péter egy Németországban élő magyar üzletember, vállalkozó volt sajnos, mert két évvel ezelőtt már elhunyt, és rendkívül jelentős mecénása is volt, illetve hát tulajdonképpen maradt is a, a magyar irodalomnak és a magyar kultúrának. Így röviden. Mik azok a feltételek, amivel az ember pályázhat egy ilyen díjra, vagy nem lehet pályázni, hanem hogy föl kell tűnjön valakinek. Azaz, hogy lehet bekerülni a nomináltak közé? Ez a, az ösztöndíj, ez ugye a fiatal írók, a fiatal magyar irodalom támogatására jött létre, ami azt jelenti, hogy van egy korhatár, ez a 35 év, tehát 35 év alatti szerzőknek a hát a tárgy évben megjelent kötetük alapján kerülnek be, a szépirodalmi kiadók javaslatai alapján. Tehát a, a, kuratórium bekéri ezeket a köteteket, vagy hát meg is kapja, ezeket elolvassa, és akkor ez, ez alapján összeállítanak egy, egy, tízes listát, ami, ami, egy hónappal azt hiszem a díjat a nyilvánosságra kerül, aztán egy héttel az átadó előtt szűkül három főre, és akkor utána pedig következik a bejelentés, ez így működik. Hogyan érintett, amikor megtudtad, hogy olyan fantasztikus, és nyilván általad nagyon jól ismert figurák után, mint, mint mondjuk Krusovszki Dénes, te is egyik díjazottja lehetsz elvileg ennek a díjnak? Hát nem tudom, nagyon, nagyon nem azt mondom, hogy megrendültem, de hogy ilyen elképesztő izgalom kerített a hatalmába nyilván. Tehát, Láttam egy rólad készült képet, ami az írók bótjában, hogy mondjam, kattintatott el, és azon úgy tűnik, mint aki mérhetetlen módon meg is retten a lehetőségtől. Jó valami, lattam? valami hasonló volt. Igen, szóval nem, nem nagyon tudtam ezt így kezelni, vagy hova tenni, szóval nagyon-nagyon nagy dolognak éreztem, és érzem még most is kik voltatok a hármas listában? A hármas listán rajtam kívül volt még Kali Ágnes és Kemény Zsófi, mind a ketten költők, írók, illetve Kali Ágnes dramaturg is. Így voltunk hárman, de verses kötettel szerepeltünk mind a hárman. Kik döntik el a Horváth Péter irodalmi díj sorsát, vagy ösztöndíj sorsát? A kuratórium az jelenleg háromfős, Parti Nagy Lajos Keresztúri Tibor és Szilasi László e, alkotják. Amikor még indult, e, akkor e, a kuratórium tagja volt Eszterházi Péter is, csak ugye ő aztán sajnálatos módon elhúnyt. Igen, 2016-ban, <tosz> ugye abban hagyta ezt, sajnálatos módon. E, kérdezlek, hogy, hogy mindenkit, valaki a, a, a kuratóriumi elnökségből laudál? Mert hogy téged Parti Nagy Lajos Lajos Laudát, és nagyon szépen, nagyon elismerően. Igen, hát nem, őszintén szóval nem tudom, hogy egy a kuratóriumon belül, hogy van a, a leosztás, vagy a, vagy a munka megosztás ilyen szempontból. Az elmúlt évek során ugye Szilasi László is Laudát már győztest, uh -huh. Keresztúri Tibor is, tehát nem tudom, hogy mi uh -huh. alapján le, de ez így változik, igen, mindig Nem más. úgy tűnt a Laudációban, <hül> mintha ez egy ilyen kötelező házi feladat lett volna a szerzőnek, aki jobb híján ír valami kis eszét arról, hogy mit is kell tudni az adott év díjazottjáról. Mi jár ezzel az ösztöndíjjal, úgy értem, milyen kapuk nyíltak ki előtted, amik eddig nem voltak nyitva? Hát jár egy jelentős pénzdíj, ami nem nem anyagolható, meg nem egy rossz dolog. Ez ugye egy esztendőre uh, szólóan 6000 nettó euró. Így van, igen. Illetve kétszer egy hónapos alkotói ösztöndíja jár, ez Németországban. Egy hónap Berlinben, egy hónapot Berlinben lehet eltölteni, egy hónapot pedig Stuttgartban. Berlinben ugye a Literáris Eszkollokviumnál, Stuttgartban pedig ugye a Solitude Akadémián. Ez, ezek kötött programok? <kül> magyarul be fogsz ülni egyetemi előadásokra, vagy szerkesztőségeket látogatsz? Vagy mi lesz a programod ezzel a kétszer egy hónap alatt? annyit tudok erről, most egyenlőre még nem tudok sokat, hogy Stuttgartban ez biztos, hogy van egy önálló szerzői est is benne, tehát ahol fordítók is megjelennek és itt tovább, tehát van egyfajta elősegítése is a konkrét kötetnek a németországi megjelentetésével kapcsolatban. De Egyébként már írtak nekem korábbi díjazottak nagyon kedvesen, hogy majd segítenek, hogy el tudjak igazodni, mert hogy egyébként még nem tudom. Tehát azt mondta nekem Keresztúri Tibor a kuratórium elnökő, hogy majd időben a kontaktokat megkapom, és akkor tudok tájékozódni, hogy konkrétan mi fog történni. Tehát még nagyon friss a dolog, úgyhogy nem tudok még ilyen részletesen beszámolni. Beszélsz-e németül, vagy angolul kell boldogulni? Hát kénytelen leszek angolul boldogulni, mert hogy angolul beszélek, de nem hiszem, hogy ez probléma lenne. Uh -huh. Ott. Hát, fogod magad is hip-hop, megtanulsz addig, ameddig <laughs> <Meged> valamit. <laughs> ez januártól december 31-ig tartó időszakra szól ez az ösztöndi vagy, vagy másként tagolódik az év? Ö, nem tudom, nem hiszem, hogy szigorúan ezt a jövő, tehát hogy uh -huh. ketyegne az óra, és Értem. hogy ezt jövőre ki kell használnom. Ezt sem tudom még pontosan, de nem hiszem, hogy muszáj ezt jövőre. Kell-e bármiféle beszámolót, uti elszámolót, bármiféle ilyesmit készítened, vagy nem jár administratív kötelezettségekkel? Nem, én nem, nem tudok róla. Nem, nem tudok, tudok róla. róla. Magától értetődik a kérdés, amikor az ember kap egy ilyen jelentős elismerést, az többnyire, hogy mondjam, indíttatást szokott adni. Van-e készülőfélben lévő újabb munkád, amit mondjuk megsegíthet ez az ösztöndíj, a befejezésé? Van, hát az ember tele van tervekkel egyébként, ideális esetben. Szerencsére van van elég sok, elég sok tervem. Ami konkrétan most készülőben van, az egy ilyen nagyobb prózai munka. Úgyhogy ezeket az alkotói időszakokat, vagy egyébként még soha nem voltam így elvonulni, alkotni, szóval ez egy nagy próba lesz, hogy egyáltalán működik ez, ez, tudok-e ilyet csinálni. Azt erre fogom fordítani, tehát hogy ezen a tervezett regényen fogok dolgozni valószínűleg. Uh -huh, uh -huh. A Rokonok címmel megjelent egy olyan próza köteted már néhány évvel ezelőtt, amelyiket sokan nagyon szerettünk. Parti nagy a maga laudációjában hivatkozik arra, hogy te mindig történetek környékéről indulsz el. Lehet, hogy van benned egy igen erőteljes prózaírói véna is. Ez valószínűleg így van, igen, igen. Az első kötetemnél is már azt hiszem, hogy azok ilyen történetmesélős versek voltak, ugye voltak, aki kis prózának gondolta őket, akkor nagyon sértett ez a dolog, mert nagyon, nagyon verseknek gondoltam ezeket a szövegeket, de ma már sokkal megengedőbb vagyok ezzel az értelmezéssel, szóval abszolút találónak érzem ezt a, ezt a megállapítást. Úgyhogy igen, az első két köteted valahonnan a néptánc világából, vagy a népzene világából vette a címét, a pontozó is, meg a dűvő is. A másik kettő az balladás könyv volt, meg dalos könyv. Ha lesz újabb verses kötet, az melyik vonulatot erősíti, vagy lehet, hogy egy tökéletesen ettől eltérő címmel állsz majd elő. Hát nem, nem tervezem az álmos könyvet, vagy valami hasonlót megírni következőnek. Ö, szeretem az egyszerű, nem blikfangos címeket, szóval ö, ezt még nem tudom neked megmondani. De, de, talán a versbeszéded is ilyen, hogy nem feltétlenül törekedsz a blikfangok. Nem, nem, nem. Úgyhogy ö, nem lesz, nem lesz túl bonyolult, de ezt a ilyen-olyan könyvvonalat vonalat nem tervezem folytatni. Úgyhogy. Bármilyen módon befolyásolja a forrásnál betöltött tisztségedet, vagy pozíciódat az, hogy te most ösztöndíjat nyertél, és elvileg egy esztendőre anyagilag felszabadultál, vagy felszabadultabb lehetsz, mint voltál? Hát nem tudom, hogy konkrétan mire gondolsz, nem hiszem. Tehát nem, nem kell felfüggeszteni, nem akarod felfüggeszteni a szerkesztői munkádat. Nem, 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 ez abszolút valahogy a az írói, vagy nem tudom milyen munkásságom, vagy nagy szavakkal, meg a szerkesztői működésem az ilyen nagyon jól ö, együtt tud létezni a, a világomban. Szóval ö, azt tudom elképzelni, hogyha el, ki is megyek Németországban mondjuk ezekre az időszakokra, ö, akkor sem szeretném így elvágni a kapcsolatot a szerkesztőséggel. elektronikus módon azt Persze, működhet. tehát, működhet. Ez nekem nagyon jól együtt van. És uh -huh. Annyi minden esetre nagyon büszkék vagyunk, hogy Kecskeméti érintettségű kitüntetettje van a Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíjnak. Gratulálunk, és hát eredményes működés neked. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy bejöttél. Én köszönöm a meghívást.